leszek az ifjak, felpestítik a színházi életet. Hadd végezzek vele, ura! Ez az alak? A szolgám! Elcsent tőlem 2 shillinget a kabátom zsebéből. Tolvaj és csaló. Helyesen mondja, uram. Még nem szokta meg az új időket, igaz? Tolvajt nem alkalmazok. Akkor én. Mennyit fizetett a gazdád? Heti 6 shillinget, uram. Ki is itt a tolvaj? George, adj neki 5 fontot. Védj új Libériát, és jöjj utánam a Duke színházba. Ellopja az aranyát. A szívből remélem. Ha ő a röppályámon becsületessé válna, nem lennék az a gonosz bolygó, aminek tartom magam. Most távozzon, uram. Ó. Milord! Lord Rochester! Visszatértél? A Libériájában, Milord. Így hát becsületes lettél, ez ki nem állható. Bocsánat a becsületességért, Milord! De úgy gondoltam, ha ezt teszem, felvesz a szolgálatába, és akkor többet kaphatok az élet örömeiből. Ez a fickó érti az idők szavát. Kimondottan kedvelem őt. Mi a neved? Olkak, uram. Nagy pöcs, mint a gazda. Nos, Olkak. Többet fogsz inni és nőzni, mint bármelyik szolga. Menj és kösd el a pénzedet kurvára egy nagy hájasra. Ha végeztél, jelentkezz nálam. Takarodj. Nem áll szándékomban felborzolni a kedélyeket, de ami a szívemen, az a számon. Mert ami a szívemen van, sokkal érdekesebb, mint ami a külvilágban történik. Ettől oly kibírhatatlan, nem igaz? Dicsértelek már nyers modorodért? Nem azért vett fel, uram. Ez elbocsátásodnak is oka lehet. Nos, hozz a majmot. Közösülök, hogy egyek, közösülök, hogy egyek, eszem, hogy közösüljek. Közösülök, eszem, hogy közösüljek. Tintát, tintát, hozz tintát! Nem ilyen tintát, te barom, igazit. Olkák, téged nem hagytalak vidéken? Gyalog jöttem el, uram. Visszajött. Visszajött Jogar udvára. Jól halad a darab írásával, édes jó uram. Olkak, ne legyél ekkora pöcs. Uram, Alice Dwooney üzeni önnek, hogy a gyereke beteg, és nem jön. Mi a szerepe? Ő játssza a kis Clitoriszt. Persze. Olkák! Eljött az időd, te helyettesíted. Nem én, Milord. Mit mondtál? Nagy pöcs vagyok. A kis Clitorisz nem hozzám való. Molly. Én a kulisszák mögött maradok. Ne haragítson meg. Bezártam a boltot. 40 embert kellett elzavarnom. Úgy vélem, aljassák kicsölni az emberek pénzét. 80 fontot kerestünk ma. Azért jöttünk ide, hogy pihenjünk. Nem, azért, mert nem mutathatjuk meg a pofánkat. Gondolsz valaha Urunk Jézus Krisztusra? Kiűzték a vadonba, mint engem. Kinevették, gyalázták. Követői elárulták. Én szerintem Jézus Krisztus élete a legtöbb tekintetben eltér az önétől. Ő visszahozta volna Billy Downs-t a halálból. Á, ön félre beszél. Gyűlölöm a vidéket.
Italt! Italt! A polcok üresek, uram. Menj le a pincébe, pöcs! Azt mondtam, hozzá egy kurva italt!